Sziasztok, én Gondol vagyok, és ez itt az Assassin's Creed 4 végjátszás következő része. Na, menjünk is a ládákért. A mai részekre elég izgalmas dolgot terveztem. Mégpedig az, hogy elmegyünk kincses térkép. Elmegyünk oda, ahol mit ír a kincses térkép. Tehát... megyünk. Egyelőre most én a ládákért megyek. Videón kívül igazából összeszedtem már 14-et, így van ennyi pénzem, és akkor majd meg is veszük azt a 14.000-es kardot. Most itt volt egy láda, nem? Ah, jó van, itt van azért, nem voltam hülye. És akkor majd megyünk kincset keresni, és mint már mondtam, arra a szigetre, amit néztünk, csak nem tudtunk oda elmenni, mert mindenhol Nassau-ba ütköztünk. Már eléggé sok pénz volt. Akkor menjünk inkább először a főküldetésre. Gyors utazunk. Ha már nincs kedvem annyit dalogolni. Menjünk a végtelenbe is tovább. Főleg, ha beszöltene. Oké. Gondolj le. Én már is csináltam még egy assassin megbízást is, mert hogy igazából az assassin megbízások annyira... nem azt mondom, hogy nem fontosak, mert sok pénzt lehet velük keresni, de annyira nem izgalmas. Szerintem legalábbis. Egy fragment, mindegy. Na, nézzük is a küldetésünket. By God, you're a sight for salty eyes. Come you in and have a drink. Morning all. Oh, I can't wait. Who's this? Adewale, the Jackdaw's quartermaster. Jackdaw. You named your brig after a poxy burr. Ade, these lads are the better part of our growing confederacy here. Ed Thatch, Ben Hornigold, James Kidd. You let him carry a pistol, do you? Peace, Ben. Ade saved my life. And now we're looking to find a crew to fill out the rest of my ship. Well, there are scores of capable men about. Use caution. A shipload of the King's sailors showed up before night back, causing trouble and knocking about like they own the place. Right. I'll see who I can muster. Na. És igen, itt van egy ilyen fontos része, hogy tehát a hajónknak vannak ugye legénysége. És hát most legénységet kell szereznünk, mivel a hajónkon még nincsen senki. Melyik van a legközelebb? Akkor menjünk. Hozzám az annyiból áll, hogy ugye ments kalózokat, mint eddig, hogy oda mentél, segíteni kell nekik, utána most meg már beállhatnak. Nem az, hogy csak kapsz érte 100 reált, vagy mit a szart. Ja, de ezek most úgy vannak, hogy elejtették őket, és meg akarják így ölni. És innen hátulról, mert én lett. Csá. Úgy akkor kimentsük őket. És van 4 legénységünk, jaj. 15-öt kell ugye összeszedni. Menjünk tovább. Na, de itt van egy ilyen jó nagy domb. Ezt már rá tudsz menni? Ó, ügyes vagy. A nagy asszaszín nem tud felmenni egy hülye dombon. Na, és egyszerűen megfordul, mint egy szűkenő. Jaj. Istenem. Ne bugoljál már bele. Akkor megkerüljük az egészet? Na, fel tudsz menni? Ó, nagyon ügyes vagy, Kenway. Ezt majd fel kéne fogadni néhány cuccosra majd. Utolsó, mert hogy ebből ez már piros terület. Ó, vannak. Aha. Ott van 4. Innen kéne úgy menni, hogy mögöttük legyünk. Akkor hátulról a double cuccos. Mert ott vannak őrök, tehát innen így jó lesz.
Mi a... Na, így akartam. Oké. Azok meg még mindig észre se vették, tehát akkor most zsebeljük őket. Hát jó. Éber űrök ezek. Mint tudjuk, az Assassin's Creed-ben nagyon éber űrök vannak. Na, már megint itt van. Jó, hát tőlem aztán... Igen, már csak 7 kalóz kell megmentenünk. De hát egy emberért úgymond 2 legénységet kapunk. Ahogy így számolja a játék. Oké, akkor megint itt vagyunk. Oké, akkor... Most csináljuk, ahogy előbb, hogy lerántjuk. Jó, sziasztok! Na. Nem voltam neki gyanús, nem is vagyok. Ja, de piros területen vagyok. Mindegy, akkor konzi voltam. Nekik gyanús. 81. Csak menjenek el, és utána akkor dum-dum-dum-dum. 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 Ezek is hülyék amúgy, hát csak hallják, hogyha van mögöttük valaki, legalábbis hogyha ilyen így megy, tehát még ott van mögöttük, fel kell hozzá másznia. Nincs megint itt, mert nem akarok oda menni, ez túl messze van. Ezért közben tudok szinkronizálni? Szerintetek? Már itt vagyok. Na, hogy így szinkronizáljunk. Ez mindig jó. Ah, megint hülye domb. Oh, itt megyünk. Ott is van, ott is van, ott is van. És látom. Ha csak húz, ez úgy simán mentsünk a lúzokat? Ja. De jó. Holy! Pull me from the deep there, Captain. Jack thanks you hearty. Ez az. Jaj. Oké, akkor el kell érnünk valami akasztást. Ok. Akkor én most hagyom is. Hol van az akasztás? Ott van az akasztás. Hagyjuk a szinkronizáló pontot. Nincsünk halózokat érve. Gondolom, akkor meg kell akadályozni valami akasztást, ha már itt vagyunk. És az a száma izélet van. Vár előtt, tehát biztos, hogy valamelyik asszaszint próbálják felakasztani, vagy asszaszint, vagy ilyen matróz gyereket, vagy nem tudom kik ezek, akiket mi. Hát legénységbe való gyerekeket, na. Gyerekeket, hát embereket. Oké. Okay. És én itt mindig beszoktam zúnni. Tehát én most én azt csinálom rögtön, hogy a kötelet. Nem tudom rögtön. Ó, vaza. Nem tudom rögtön a kötelet. Vassza. Jöjjök. Ne. Jó, igazából azért lőttem le rögtön őt elsőnek, mert ő akasztaná fel, mert ő nyomná meg azt a szucot. Ő akasztaná fel normálisan. És így, hogyha őt megöljük, ha a sok IQ becsár, meg nem megy oda, hogy felakassza, mindegy, jó az így. De visszakaptuk. Mit meg kellett. Na, menj át alatt a ügyes, hogy Edward. Csá, haver! Elengedjük. Van plusz 4 legénységünk. Jaj! Szívesen amúgy meg megköszön. Tényleg. Mi akkor elérjük a kocsmát. Visszamenjünk a haverokhoz. Itt egy asszaszín megbízás, majd akkor lehet, hogy ezt meg kell csinálni. Nem, ez a küldetés után megyünk.
kincsér. Azt hiszem az a Sós lagúnán lesz, ami a másik kedvenc szigetem. Ott szoktam nagyon-nagyon-nagyon sokat vadászni. Now you'll want to sail somewhere rich with plunder. Have you heard of a place called the Observatory? Aye. It's an old legend, like El Dorado or the Fountain of Youth. What have you heard? It's meant to be a temple or a tomb, hiding a treasure of some kind. That's it. See here. Oh, rot. It's fairy stories you prefer to gold, is it? It's worth more than gold, Thatch. 10,000 times above what we could pull off any Spanish ship. Robbing the king to pay his porpoises is how we earn our keep here, lad. It ain't a fortune. It's a fantasy. Hát... Na mindegy. Küldetés az jó volt. Nekem legalábbis tetszett. Oké, és még kaptunk 400 pénzt. Reált. Na, kapjuk el a futárt, kapjuk el a futárt, kapjuk el a futárt. Hát ez meg volt. Oké. Azt kéne még megnézni, hogy akkor megveszük most a legjobb kardot. Legalábbis szerintem a játékban a legjobb kardot. 14 000 ér. Na, csak mondom, amit kéne keresgélni. Mindegy, akkor most megnézzük azt, hogy már vagyunk neki eléggé jó kalózok. És vagyunk, ez az. Nos, itt az a lényeg, hogy a csókának tudunk fejlesztéseket venni. Igen, hajó páncélzat, csak az a gáz, hogy haladni kell még tovább a fűcselekményszállal. Hajó páncélzat, oldalsó ágyúk, ereje, több legyen, stb. Igazából amit... ami fekete, azt nem tudom megvenni. Ezt meg tudom például pont venni, ez a mozsárágyú, ez egy jó dolog. Nehéz lövedék ereje is egy jó dolog. Tehát most megveszem. De ezt már nem, köszönöm. Meg ez se. Akkor ugyennyit veszek meg még így az elején. Gyors nem mi ez. Ismerem a nehéz lövedéket. Igazából annyi, hogy jön, hogy amikor oldalra lőttök, akkor nem nyomjátok meg a célzást, és utána a lövés, hanem csak a lövés, és akkor ilyen nagyon erős lövedékek jönnek ki. Még drágák, de nagyon sokat sebeznek. Na. Vásároljunk kardot. Jej. Na, tiszti bívótőr. Jej. Új tárgy megvéve és el is fogyott a pénzünk. Úristen. Nagyon fasz a gyerekek. Akkor most azt kéne csinálni, hogy elmegyünk a kincsért. Mert a kincs az fontos. A kincs az kell nekünk. Most engem nem érdekeltek. Zsákmány és fosztogatás. Nagyon jó, akkor gondolom valami hajóval megyünk ki, azt öljük a népet. Hey! Köszönöm, srácok. Kihajózunk a tengerre. Na, betölteném, még ma. Jó lenne. Köszönöm. Na. És akkor ezt a szigetet nézzük ki. Ugye? Ugye. Szóval akkor hajózgassunk. És hogyha még lesz kedvünk, akkor még talán harcba is keveredünk. Még igazából azt kell tudni ezekről a hajókról, hogyha nem vagy ugye piros területen, mint a szárazföldön, akkor nem támadnak meg, csak akkor, hogyha te támadod őket. Tehát addig békesség van, míg nem vagy piros területen.
De piros előttem meg ugye támadnak, ahogy szárazföldön is a katonák. Na igen, és itt énekelnek közben a matrózok, ezért hogy csak sok matrózdalt kaptok el, ugye, mert hogy akkor egyfolytában változatos lesz. Ahogy van vagy 50 féle, és hogyha csak egy matrózdalatok van, akkor mindig unalmas lesz már a idő után. A hajót öröttek. Hát szó szerint már átmentem rajta. Köszönöm. Nem érdekel a helyszín, majd eljövünk ide. Talán majd. Annyira fontos lenne egy láda, hogy így most megálljak. 250... 2500 méter. 250 méter. Miket beszélek? Na, megmentjük. Kellem a legénység. Még így az elején. Meg egész játékos felállni igazából. A piros terület, de nem kéne jönni. Ma azok a hajók alapból támadnának már. És így az elején még nem vagyunk olyan nagy hajók, hogy csak úgy oda menjünk. Vége felé már direkt úgy megyek oda ilyen 40-es hajókhoz, mert az a lényeg, hogy vannak, nem ez a mozsár, jó vagyok. Na, ez a távcső, hogy ráközelítesz egy hajóra. Jó, az egy sziget. De tehát, hogy a távcsővel ráközelítesz egy hajóra, akkor látni fogod, hogy hány a szint. Persze, hogy magadat nem látod, hogy te hány a szintű vagy, de a végén már ilyen 40-es szintű hajókat is le tudsz győzni, akik azért már azért eléggé jók. De az elején még ilyen 4-es hajók vannak kb. 1-es hajó, tehát ez olyanok, mint amit az elején elkaptunk. Tehát ezek ilyen két lövések még, vagy legalábbis már most is. Mondom, megyek egy mozsárról, azt meghalnak. Na, meg pont erre tart. És nem akarok annyira hazba keveredni vele. Sajnos az kell. Na, szép volt. Ismerem a mozsárt is, köszönjük. Jó, az így meg is halt. De én nem akarom megcsinálkezni, mert kapunk érte 4 robbanó hordót. Robbanó hordói meg teli vannak, tehát azok nem kellenek. Kísértjük a piros területről, és már mindjárt ott vagyunk, azt hiszem a Sós lagúnánál. Így van, Sós lagúna. Így van, akkor megyünk elsőnek a szinkronizáló helyre. Van egy kincses térképed. Úgy van. Én is így mondom. Jaj, tényleg itt lehet odászni, és hülye vagyok. Tényleg, hát ezért az egyik kedvenc szigetem. Sós lagúna. Szinkronizáljunk. Úgy azt mondtam, hogy a szigetet szinkronizáljuk, akkor miért a tenger felé néz? Tudom én, hogy szebb a tenger, mint ez a sziget, de hát akkor is. Most nem ugrok bele. Akkor menjünk. Na és az a lényeg, hogy itt vannak ugye katonák. Mi semmi, ők csak úgymond egymás ellen csak gyakorolnak, tehát ha nem megyünk oda, nem bántanak minket. Vagy nem is piros terület, tehát úgymond csak gyakorolgatnak egymással. Ilyen hangos. Jó, el is kaptunk egy ilyen cuccot. Meg is nyúzzuk. Jó kezdet, mert el tudjuk adni ugye a csontot is, meg a szarvasbőrt is. Szarvasbőr az viszont meg pont kell majd a... az életerőnövelő 2-hoz, azt hiszem. Az életerőnövelő az biztos lehet, hogy a 3-hoz. De a 3-hoz akkor most meg sem ámraptam. Majd utána veszünk ezt a nagy fehér cápa csontot. Majd akkor van életerül növelő 4, és akkor egyből a 4-et veszünk meg. De hozz meg ugye kell a pénz? Ezek így jók, mert össze-vissza ugrálnak, és akkor így... el tudod őket kapni, anélkül, hogy lelőnéd őket. Na, életerül növelő 2, akkor ebből nem csinálunk semmit, hanem majd eladjuk.
Oké. Okay. Jó, és akkor... itt vagyunk. Nyitó!